Nem sikerült jól az új edző Leo Grozzavu bemutatkozása a Sepsi USK első ligás labdarúgó csapatának a kispadján. A háromszéki csapat 4-1-es vereséget szenvedett a konstancai Vítorul otthonában. A mérkőzésre azonban rányomta a bélyegét, hogy az USK már a 36. perctől kettős emberhátrányban játszott. Furcsa mérkőzést játszott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK a konstancai Vítorul otthonában, amelyen Sebastian Kolcescu játékvezető ténykedése vált a legfontosabb témává a foci helyett. Miután a Vítorul már a 4. percben vezetéshez jutott, a bíró előbb megadta a szentgyörgyiek gyanús körülmények között esett egyenlítő gólját, majd mint egy kompenzálásképpen nagyon könnyen kiállította a vendégek két játékosát, Tinkut és Bouhennát, végérvényesen felborítva az erőviszonyokat. A meccs vége felé pedig befújt egy nevetséges 11-est is a házigazdák javára, igaz, ez már nem változtatott a lényegen. A Sepsi kispadján először helyet foglaló új edző Leo Grozzavu sem a fociról beszélt a meccs után. Valamennyien tudjuk, mire képes Kolcescu úr, aki mindig ő szeretne lenni a főszereplő. Nem enged senki mást oda, és nagyon nehéz elvenni tőle a főszerepet. A mérkőzésről nem tudok sokat beszélni, mert nagyon hamar emberhátrányba kerültünk, először 10-en, majd 9-en maradtunk, és a Vítorul ellen 11 ellen is nagyon nehéz játszani. Való igaz, ennél egy jobb minőségű játékvezetés sem garantálta volna a sepsiszentgyörgyiek eredményességét, hisz Leo Grozzavu számos eredeti ötlettel állította a pályára a csapatát, és nem mindegyik tűnt ezek közül jónak. A Sepsi OSK szombaton szintén nehéz erőpróba előtt áll, amikor a Krajovai Universitatia csapatát fogadja 17:30 perces kezdettel.